rendkívüli helyre látogatunk el a Fit Élet mostani részében, méghozzá a Terrorelhárítási Központ Paksi Műveleti Főosztályára. Megnézzük, hogy hogyan zajlik a tekesek fizikai felkészülése, pontosan milyen jellegű mozgásformákat kell végezniük, és milyen gyakran edzenek. Tartsatok velünk! Mesélj egy kicsit a szakmai életről, milyen munka zajlik itt nálatok. Hát a Terrorelhárítási központi objektuma ugye Budapesten található, hogy az egész országban bárhol olyan cselekmény történik, amiben a TEK-nek intézkedési kötelezettsége van, amelyet jogszabály ír elő, akkor úgy van levonva, vagy éppen emiatt úgy van leborítva az egész ország térképe, hogy mindenhová odaérjünk. Itt mi elég speciális helyzetben vagyunk, mivel a Paksi atomerőmű védelmét is még ellátjuk a szokásos és az általános feladatokon túl. Ehhez pedig szükséges az, hogy testileg is felkészüljetek ezekre a kihívásokra. Pontosan hogyan tartjátok magatokat karban, hogy igazán fittek legyetek? A központi terv szerint ki van dolgozva egy edzésmódszer. Ez az edzésmódszer ez nagyon sokrétű, nagyon szerteágazó és nagyon bonyolult is, tehát egyszerűen ezt nem tudom megválaszolni. Azonban minden egyes területet megpróbálunk lefedni, minden egyes területen vannak olyan speciális képzettségű személyek, akik segítenek nekünk abba, hogy folyamatosan fit állapotban, jó fizikai állapotban tudjuk magunkat is a teljes állományt is tartani egy esetleges feladat sikeres elvégzésére. Milyen jellegű edzéseitek vannak? Az edzések jellege is szerteágazó, természetesen vannak önvédelmi edzéseink, vannak konditermes edzéseink, vannak vízi, tehát úszó edzéseink, a vízisportokhoz köthető edzések, az olyan divatos edzések sem maradhatnak ki a repertoárban, mint a crossfit tréning, vannak atlétikai edzések, tehát egy nagyon széles spektrumon mozognak ezek a tevékenységek. Milyen célt szolgálnak ezek az edzések? Tehát az egyes edzéstípusok mit céloznak meg? Hát az önvédelmi edzések azok egyértelmű, azt, hogy egy adott szituációt, egy adott intézkedést a kollégáink meg tudjanak kezdeni, és a sikeresen be is tudják fejezni, akkor is, hogyha ellenállásba ütköznek. Az egyes fizikai edzések pedig arra, hogy olyan állapotban legyenek, hogy fizikailag is képesek legyenek a feladatukat teljesíteni, jól tudjanak akár futni, ha valahol vízbe esnek, ne fulladjanak a vízbe, illetve hogy olyan keringési állapotuk is olyan legyen, hogy a fáradtsági szintet minél szélesebben ki tudják tolni. Hogyha találkozunk kollégákkal, akkor azért észrevehetjük, hogy tényleg nagyon jó fizikai állapotban van, vagytok mindenkivel így van ez, mindenki nagyon jó? Mindenki igyekszik, a vezetés is mindenkit igyekszik jó fizikai állapotba tartani, de a srácok magukat is karban tartják, még ezen túl is igényük van a mozgásra, meg igényük van arra, hogy a saját fizikai állapotukkal még pluszba foglalkozzanak. Mondhatni, hogy egymást is motiváljátok erre? Igen, ezt egyértelműen mondhatni, illetve segítik is, illetve közös edzéseket is szoktak tartani, és illetve közös edzéseken részt venni. Látok itt egy nagyon jól felszerelt edzőtermet. Pontosan milyen eszközök vannak itt, és milyen célt szolgálnak ezek? Ezt az edzőtermet, ezt az új bázisunk, ami 2 éve került átadásra, illetve 2 éve épült, az új bázisunkon úgy alakítottuk ki, hogy gyakorlatilag felölelje azt a teljes repertoárt, mindent végre lehessen nagyrészt itt, vagy a közelben hajtani, ami a feladatunk végrehajtásához szükséges, illetve amit Pesten is elvárnak, illetve amit a pesti központi objektumban szintén meg lehet csinálni. Arra vajazva alakítottuk ki, hogy hasonlítson a pesti központi objektumban található, még ennél nagyobb és jobban felszerelt edzésteremre. Ezen kívül van-e más helyszín, ahol szintén szoktatok edzeni? Igen, található szabadtéri, akár a Paksi hasének a mellettünk lévő sportpályája, akár kint a futópálya itt a Nyúldomb mögött, illetve a bázisunkon található még egy akadálypálya is, ami a pesti akadálypályának a pontos mása.
Mesélj még egy kicsit erről az akadálypályáról, hogyan, milyen koncepció szerint készítettétek el? Ez az akadálypálya, ez az orlandói évente megrendezésre kerülő Swatrandap, úgymond a kommandós világbajnokságon található akadálypályának a pontos mása. Ezt a vezetőink ott egyszer fölmérték, kint Orlandóba, lerajzolták, illetve lefényképezték az összes elemet, és teljesen annak a mintájára mérethűen fölépítették Budapesten. Aztán, mikor 2 éve átadásra került a mi új bázisunk, akkor nálunk is felépítettek egy ugyanilyen akadálypályát. Ezen az akadálypályán mit tudtok végül is csinálni, mire készít fel titeket? Az akadálypálya 3 részre bontható, mi úgy hívjuk, hogy harmad. Akár fizikai gyakorlatokat, akár bármilyen crossfit jellegű edzést is végre lehet rajta hajtani, de maga az akadálypályának az egyes elemei az úgy lettek kitalálva, hogy az az életben előforduló akadályok, akár egy kerítés, akár egy háztetőnek a leküzdését imitálják. Szakmai megmérettetésen is részt szoktatok venni. Ezeken hogyan szoktatok szerepelni, és pontosan milyen versenyeken vesztek részt? A terrorelhárítási központ mindig nagy figyelmet fordított az egyes versenyekre, akár legyen ez az immár említett Amerikában, Orlandóban megrendezésre kerülő kommandós világbajnokság, a Swatrandap, akár lövészeti versenyek, lövészeti számok, nemzetközi lövész versenyek is. Továbbá létezik egy úgynevezett összetett BM bajnokság. Ez az összes Magyarországon a belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervezetnek az éves versenye. Ebben atlétika versenyek, boxversenyek, úszóversenyek, különböző crossfit jellegű versenyek is szerepelnek, de kiemelném az összes közül talán a legfontosabbat, ez az ősszel már hagyományosan megrendezésre kerülő úgynevezett TEG gála, ez egy önvédelmi búdó gála, ez Budapesten kerül megrendezésre, és itt a srácok nagyon szép eredményeket szoktak elérni, felkészítésüket pedig Karacs Attila szokta végezni Budapesten. Ez talán a legjelentősebb, egyik legjelentősebb éves verseny, amelyen részt veszünk. És milyen eredményeket szoktatok elérni? Nagyon jó eredményeket szoktunk elérni. A tavalyi évben a Búdó gálán, ugye összetettben a terrorelhárítási központ végzett az első helyen. A BM összetett versenyben is a TEC jól szokott szerepelni, illetve a terrorelhárítási központnak a válogatottja az amerikai versenyeken is nagyon szép eredményeket szokott elérni. 2 évvel ezelőtt az összetett versenyt is sikerült megnyerni, ami egy 5 napos verseny. Hány edzésetek van egy héten? Egy héten jellemzően 5 képzési napon jellemzően 5 edzést hajtanak végre a srácok. Ez vagy délelőtti, vagy délutáni edzés, attól függően, hogy az egyéb feladatok ezt hogy teszik lehetővé. Az edzések után fontos a regenerálódást, ezt hogyan tudjátok megoldani? Jellemzően az állomány azért mert fiatal és jó állapotban, jó fizikai állapotban, a regenerációja is eszerint történik. Azt mondhatom, hogy tényleg jól regenerálódnak a srácok egy-egy feladat vagy egy-egy edzés után. Hétvégén ki tudják magukat pihenni, illetve természetesen akinek bármilyen regenerálódást segítő orvosi vagy egészségügyi ellátásra van szüksége, arra is van egy központi objektumunkban apparátus, akik segítenek ebben a helyzetben is nekik.
Láthattátok, hogy ezek az emberek nem csupán azért edzenek, hogy fittek legyenek. Őket azért hívjuk hivatásosoknak, mert ők ebben igazán profik. Köszönjük a Terror Elhárítási Központnak, hogy betekinthettünk az itt zajló munka egy kicsi szeletébe. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, legyen ez máskor is így. Sziasztok!